Szeretettel köszöntjük ismét a nézőket, én már a Harcosok Éjszakája K1 MMA és Profi Box Gála 60-i műsor vezetőjének második részében. Előzetesben az első rész mérkőzései nagyon színvonalasak voltak. Bízunk benne, hogy a következő egy órában látható mérkőzések is hasonló színvonalat fognak képezni. Elsőnek szólították a piros sarokba a Növényi Sportakadémia Budapest versenyzőjét, Galbács Mátét. Máté MMA küzdelemben mínusz 90 kg-ban fog mérkőzni, 2x5 percben. A Növényi Sportakadémia edzői Növényi Norbert, kickbox világbajnok, olimpiai bajnok, számos küzdelmi verseny győztese, jól ismerjük Norbit, illetve segédedzője Dietz Gusztáv, alias Cápa, a harcművészetek keretén belül egy nagyon ismert profi szakember, aki szintén segített felkészíteni Galbács Mátét erre a mérkőzésre. Az ellenfele a budapesti, illetve inkább úgy mondhatom, hogy Szigetszent Miklósi versenyző, a Jóni Team versenyzője, Guzsván Péter. Péterrel lehet mondani, hogy abszolút földharcos stílusú, az elmúlt időszakban nagyon jó versenyeredményekkel büszkélkedhetett, jó példára, hogy a terrorelhárítási verseny, a TEC versenyét is 3 héttel ezelőtt megnyerte. Nagyon érdekes mérkőzésnek nézünk elébe, elvégre Galbács Máté is és Guzsván Péter is a földharc specialistáinak mondható. Még azt el szeretném mondani, hogy a Guzsván Péter edzője Jóni Zsolt, a Jóni Team remek versenyzőket nevelt az elmúlt években, és külföldre is számtalan alkalommal viszik a team versenyzőit, Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Csehországban bizonyítottak, nemzetközi szinten is a klub versenyzői. Még azt el szeretném mondani, hogy Guzsván Péter a verseny előtt 2 héttel is külföldön szerepelt és győzni tudott. Galbács Mátét Dietz Gusztáv speciális technikáival készítette fel. Tudjuk, hogy Gusti a brazil jiu-jitsu mestere, rengeteg földharcos technikát tud, nagyon komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik, és ezt át tudta adni tanítványának, Galbács Máténak, akkor bizonyára egy nagyon szoros, nagyon érdekes mérkőzés lesz a földön. Inkább azt mondhatom, hogy nem a látvány, hanem a szakmaiság lesz alapvetőleg a két fiú között és a versenyzők között a döntő. Galbács Máté 88 kilóval, mint Guzsván Péter 87 kilóval mérlegelt az előzetes mérlegelésen. Első ránézésre Guzsván Péter egy kötöttebb izomzattal rendelkezik, míg Galbácsnak az izomtónusai lazábbnak tűnnek, de hát a külsőből a küzdősportban már megtanultuk, hogy soha nem szabad ítélni. Olyan versenyzők szoktak néha nyerni, akire első ránézésre nem is gondol az ember, hogy milyen komoly technikai tudással bírnak, illetve milyen komoly szakmai munka van a hátuk mögött. És már is indul az első 5 perc, próbálnak állva beindítani Guzsván, de már rögtön Galbács le is viszi a földre, és a gárdfogásban fölülről próbálja a balkezes köríves ütéseket Guzsván fejére elhelyezni, illetve az oldalára. Guzsván megpróbálja a fejét teljesen magához szorítani, hogy ne bírjon kellő lendületet venni az ütésekhez, illetve megpróbál ezzel a szorítással, az úgynevezett gárd szorítással a bordák közé nyomva olyan erőt produkálni, hogy esetleg a légzéssel, illetve a szorító mozgással az erőteljes támadásokat meggátolja. Galbács teljes súlyával ránehezedik a lentlevő versenyzőre, illetve próbál távolságot tartani, hogy kihúzza a fejét Guzsvánnak a kezéből, ezáltal távolabbról jobban tud ütni, ez is jó példázta most. Hirtelen kicsúszott, majd rögtön egy köríves ütést helyezett el Guzsván Péter fején, de Guzsván rögtön visszahúzta, hogy maradjon továbbra is szoros fogásban, illetve kis apró, ahogy mondani szokták, kokikkal támadja a felüllevő Galbács Máté fejét.
brazil jiu-jitsu alapvetőleg a nagyon finom, nagyon óvatos, nagyon felkészült technikájú versenyzőknek tudását tükrözi. Erre példa tehát Galbács Máté, aki Dietz Gusztáv felkészülési szindrómáját követi, és most egy nagyon erős 3-4 ütésből álló sorozatot próbált elhelyezni Guzsván Péter fején. Ebből 2 biztos, hogy talált. Egy kívülálló nézőnek talán unalmasnak tűnhet a földharc, de az, aki már egyszer benne volt, az tudja, hogy milyen irtózatos, nehéz, milyen komoly felkészültséget igényel egy ilyen kis apró mozdulat is, hogy a földön fekvő ellenfél védekezése, illetve támadása között megtalálja azt a pontot, amikor ki tud jutni onnan, bontani tud, vagy esetleg olyan technikát tud végrehajtani. Itt most egy kifeszítést láttunk, aztán ismét visszamentek az alappozícióba a fiúk. Ez is jó példázza, hogy mind a ketten nagyon felkészültek, mind a ketten nagyon ott vannak a spiccen, ahogy mondani szokták, és mind a ketten látni, hogy ismerik is egymást a tatamiról, illetve a küzdőtérről. Azt is lehet látni, hogy ezekkel a kesztyűkkel, amelyeket az MMA-sok használnak, gyakorlatilag egy nyitott tenyérrész van, illetve az ütőfelületen egy minimális védő réteg. Ezzel, ha valakinek jól odavernek, vagy eltalálják, bizony nagyon komoly fájdalmakat és sérüléseket is el lehet viselni. Épp ezért a rendkívül magas szakmai tudás és a rendkívül magas technikai tudás az, ami mindenképpen fontos, hogy pont ezek a fiúk komolyabb sérüléseket ne tudjanak elszenvedni. Jó példa erre most, hogy Guzsván Péter milyen nagyon jól védte oldalról a köríves ütéseket fejre, behajlított könyökkel, ezáltal a felkarja és az alkarja védte gyakorlatilag az ütések 70-80%-át. Ugyanakkor rögtön ráfognak kézre, hogy ismét ne tudjon lendületet venni az adott ütéssel. A gárd továbbra is, tehát az 2 szorítás él a derék körül. És egyelőre Galbács Máté, aki dominál a küzdelemben. Nem csak azért, mert fölül van, hanem azért, mert kezdeményezőbb és egyelőre több ütést tudott bevinni. És most megpróbált egy lábfeszítést hátrafelé, de inkább visszajött, mert nem tudott igazán hátra csúszni ahhoz, hogy meg tudja valósítani ezt a technikát. Egyelőre a felső pozíciója nagyon stabil. Próbált ráfogni a lábra Guzsván Péter, de mivel hátrafeszítette Galbács a lábát, így kénytelen volt elengedni és ismét visszatérni az alappozícióra. Hatalmas energiákat vesz ki mind a két versenyzőből a földön levő technika. Galbács mindenképpen a teljes súlyával próbál ráfeküdni Guzsvánra. Ezzel is fárassza. Ezzel is az izomzatát. És vége a menetnek. Úgy gondolom, hogy egyértelmű Galbács fölény bontakozott ki az elmúlt 5 percben. Technikailag jobb pozíciót harcolt ki magának, illetve a fekvőhelyzetben levő ütések is ez bizonyos része betalált. És már is a második menet fog következni. Ha Guzsván Péter nyerni szeretne, mindenképpen változtatni kell a stílusán, vagy az állóba próbálkozik meg a következő menetben, és talán ott több szerencséje lesz, vagy a földön eleve már a támadásra egy olyan pozíciót kell kiharcolnia, ami kedvezőbb az előbb látottaknál. Dietz Gusztáv és Jóni Zsolt biztatja tanítványaikat, és kezdődik a második 5 perc. Thank you.
egy kis tapogatózás az elején, azt lehet látni, hogy a lábmunkájuk nem egy ilyen nagyon komolyabb kidolgozott, kézzel már jobbak a fiúk, földön pedig nagyon profik. Nem akarják előni a puskaport, gondolom, ezért inkább állóban próbálkoznak, ami kevésbé fárasztó, mint a földmunka. Próbálnak majd később az állóból egy olyan pozíciót kiharcolni, amikor valahol a másik egy rossz mozdulattal, egy rossz technikával védekezik. Jó példa erre most is. Kuzsván abban a pillanatban, amikor emelte a lábát, Galbács már rögtön ugyanúgy, mint az első menetben alulra támadott, és már vitte is le. És ugyanez a pozíció, amit az első mérkőzésen, menet során tapasztaltunk, ismét ez állt fel. Ezen a szinten, amin már a fiúk vannak, már nagyon nehéz változtatni, illetve valami komoly hibának kell lenni, hogy ezt a hibát ki tudja használni az ellenfél, és tudjon fordítani. Egyelőre Galbács nagyon jó támasztja szét a lábát, tehát a fordítás, az oldalfordítás nagyon nehéz, és most szépen beszorította a földön Guzsván kezét, de sikerült a versenyzőnek kihúzni, és ismét két kézzel tud védekezni. Egyelőre Galbács belül van a kezeken belül, tehát szétfeszíti Guzsván karjait, ezáltal nem tud ütni az alul levő versenyző. Ő viszont a belső pozíciót kihasználva jobban tudja a technikáját végrehajtani. Galbács ismét egy oldalfordulást próbált, de Guzsván bent tartotta a lábak között, nem engedte, hogy mindez half guardba, azaz fél guardba forduljon, mert az egy még kedvező pozíció a jelenlegének, és ebben a pozícióban biztosabbnak érzi a fölülevő versenyzőnek a megtartását. Ugyanakkor sajnos Guzsván nem tud igazán mit kezdeni, nem tudja sem átfordítani, sem igazán lefogni a felüllevő Galbácsot. Így szenvedi el ezeket az ütéseket folyamatosan. És továbbra is megy a fejszorítás. Általában ilyenkor 7-8 perc táján az izmok komoly fáradásnak vannak kitéve, és valamelyik versenyző úgyis elkezd fáradni. Általában mindig az alul levő az, aki hamarabb fárad, a súlytartás és a folyamatosan magához húzás és a ráfeszítés miatt. Lehet látni, hogy Guzsván Péter egyre inkább több ütést kap be, és nem bírja már tartani felüllevő Galbács Máté kezeit. Ezáltal Galbács fokozatosan, ahogy kihúzza a kezét, rögtön vagy test, vagy fejütéssel üti meg ellenfelét. Azt tudnunk kell, hogy az elmúlt években a MMA, azaz a kevert harcművészetben azért két stílus mindenképpen uralkodik. Vannak nagyon jó állóharcos versenyzők, akik a kiskesztyű tulajdonságait kihasználva állva próbálnak meg győzni. És vannak a kimondottan földharcos versenyzők, akik birkózó múlttal, brazil jiu-jitsu múlttal rendelkeznek, és a földharc technikai tudásokat kamatoztatják a mérkőzések folytán.
világ legjobbjai természetesen mind a két stílusban nagyon jók, de mindenkinek megvan a maga specialitása. Így, ahogy most a két fiúnál is látjuk, ők minden ketten inkább a földharcra vannak rákészülve, és abban nagyon magas színvonalat képviselnek. És véget ért a mérkőzés, tehát mínusz 90 kg MMA szabályrendszerben, 2x5 percben Galbács Máté Növényi Sportakadémia Budapest és Gusván Péter Jóni Team versenyzője között a győztes egyhangú pontozással Galbács Máté Növényi Sportakadémia. A díjat Kutalik Tamás úr, Öddanos Kiukusinkáj mester, Szergyőgy Lovagrend tagja adja át, gratulálva mindkét versenyzőnek. A versenyzők a Neste ajándékcsomagját és több ajándékot vehetnek át. És már is egy újabb versenyző a világot jelentő deszkákra. Egyesület versenyzője Balogh Péter. Péter 22 éves. Az elmúlt mindkét 60-i gálá kiütéssel győzött edzője Hatvani Ferenc. Péter annak idején 15 éves korában GK-i karatés volt, de 16 éves korától Hatvani Thai Box Egyesület versenyzője lett, és innentől kezdve stílust váltott. Megnyerte a Thai Box Magyar Bajnokságot felnőttben, kétszer, ifjúságiban egyszer. Nagyon feltörekvő fiatalember, minden pillanatban az Orvosi Egyetem első éves hallgatója. Kiválósága Szabó Titusz, akit nyugodtan mondhatom, hogy a verseny egyik dojenje, 35 éves, nagyon rutinos, nagyon komoly felkészülés van mögötte, felmúlt évtizedben, annak idején kickboxolt, majd később profi boxolónak áll Titusz, számtalan mérkőzés győztese, ő is az elmúlt időszakban külföldre nagyon sok mérkőzést szerzett kis hazának győzelem tekintetében. Péter nagyon jó genetikával rendelkezik. A súlycsoportjuk mínusz 80 kg, Péter 77,5 kg-val mélegelt, Titusz 79 kg-val, Péter magas, szikás, szívós izomzattal rendelkezik, nagyon jó a lábtechnikája. Büszkék vagyunk arra, hogy gondolkozik mérkőzés közben. Nagyon fölösleges mozdulatokat nem csinál, robbanékony, dinamikus. Titusznak az erőssége a keze, a profi boxolókat nem kell bemutatni, tudni, hogy minden mozdulatuk életveszélyes, és a Titusz között eltelt évtizedkori garancia arra, hogy nagyon komoly szakmai munka felkészülés áll mögötte, illetve tudás. Debrecenben Titusz jól ismerik, úgyhogy jó pár Debrecen jött el szurkolni Szabó Titusznak. És már is kezdődik az első menet. Péter rögtön egy hátsó lábas trombúzással indít, tudva, hogy a hosszabb lábával és a hosszabb ütőtávolságával messze kell tartani a ökölvívót, aki gyakorlatilag közelharcban biztos, hogy felülrölni Pétert, ha ott maradna a test közelben. Péter csak a lábat bombázza,
és már is egy szenzációs belső tombrúgással, amit egy ismét rúgással folytatott, valószínű, hogy megrogyasztott a Tigrisnek a lábát. Nagyon kemény belső combos volt, és úgy néz ki, Tigris nem tudja folytatni. Tért fölött, ahogy lehetett látni, egy 5-6 centivel. Nagyon kemény belső combos volt. És nem bír ráállni rendesen. Péter nagyon eltalálta. A taktika az volt elsősorban, hogy ne engedje Tituszt közel. Közelharcol pedig abszolút ne bocsátkozzon, hanem távolról test, tombrúgásokkal, vagy fejrúgással próbálja távol tartani magát, és az úgy látszik maximálisan bejött. Egy nagyon gyors rövid mérkőzésen. Hosszú kezét, hosszú lábát kihasználva, diadalmas tudat. Balogh Péter, a 60-i Thai Box Egyesület versenyzője. Bízunk benne, hogy Péter előtt egy komoly sportkarrier áll, illetve a tanulmányai, amit a Komosi Egyetemen végez, az nem hátráltatják sem a sportban, és bizony, hogy a sport sem hátráltatja a tanulmányi tudását, tehát egyenletesen tud fejlődni, és a sport sikerei a jövőben is biztosítottak lesznek. Edzésekre rendszeresen jár, és kettő együtt nagyon kiegészíti egymást. Sportszerűen gratulálnak egymást a versenyzők. Közben Titusnak is felrepett egy picit a szeme. Nem, nagyon komoly, de a kofiboxolóknál tudjuk, hogy a szeme az átségéken is elég bekerülhetne. A kószaütés úgy látszik Péter Klasszisnak, hogy azt tudta, hogy egyszer megfelett is te szemelni. A végső pont is mégiscsak a belső tombrúgást volt, amely nagyon jó volt helyezve, nagyon robbanékony volt és borzasztó erős. Jó példáz ezt, hogy Titus nem tudta folytatni a mérkőzést. Péter a tavalyi évben is kiütéssel nyert, akkor a második menetben egy kéz és egy láb kombinációt követően ütötte ki az akkori Veresegyházi ellenfelét. Nem látszik, ez a folyamat az továbbra is tart, a KO győzelem. A díjat Lagócs István úr, a Technikáért ügyvezető igazgatója adja át, és gratulál, illetve Kláben György úr, a Sprint sportüzlet tulajdonosa. Az ajándékokat a Nestlé-től, illetve a Biotech USA felajánlásával együtt kapták meg a versenyzők. Köszönjük a támogatásokat! Elég gyorsan véget értem, és gratulálunk. Ez volt a taktikát, hogy lerohanod és földre küldöd, ennyi? Reménykedtem, hogy jól fog sikerülni, ennyire gyorsan nem számítottam. Hát tudtam, hogy boxoló, így a lába gyenge volt, és így az első keményebb combrúgásnál megragyott. És ez lett az eredménye, úgyhogy igen, örülök. Mi volt hallani, hogy örüljön a közönség? Egyre jobban a szívembe lopják magukat, úgyhogy nagyon örülök, hogy évről évre egyre többen jönnek és szurkolnak, biztatják a 60-iakat, csak így tovább nekik. A felkészülésről mesélsz nekünk egy picit? Most a suli miatt az elég hát nem hosszúra, inkább rövidre sikerült, de azért ezért próbáltam minél gyorsabban véget vetni a meccsnek. Sietsz valahová? Hát nem, majd tanulni haza, igen. Jönnek az éhák. Köszönjük szépen.
folytatódnak tovább a küzdelmek. A piros sarokban ismét a Növényi Sportakadémia Budapest versenyzője, Szulcsány Gábor következik. Gábor szintén egy rutinos versenyző, MMA-ban, mínusz 86 kilóban, kétszer 5 percben mérkőzik meg Orsó Sándorral. Szulcsány Gáborra el kell mondani, hogy 30 év felett van, nagyon jó erőben van, szintén rutinos, komoly versenyző, edzője Novényi Norbert és Víc Szápa Gusztáv. Szulcsány Gábor nem annyira földharcos, mint amennyire Galbács Máté volt a Növényiektől. Ő szeret állva is küzdeni, ettől függetlenül a földharc technikája nagyon jó. Számos mérkőzés van mögötte, amit győztesen nyert meg. Kíváncsian várjuk a szereplését Orsós Sándor ellen. Orsós Sándor a kék sarokban kempómester, egydanos kempómester, és mellette a budapesti Spartan Thai Box Club versenyző is, ahol edzője Dudok Károly. Orsó Sándor egy hónappal ezelőtt volt kint a Remix Promotion szervezésében Ausztriában, és kiütéssel nyert egy szenzációs mérkőzésen. Kíváncsian várjuk, hogy Szulcsány Gábor ellen mit fog tudni produkálni. Azt tudjuk, hogy Orsó Sándor egy nagyon dinamikus, robbanékony, kézmunkával rendelkező versenyző, aki nagyon szereti felvállalni a külharcot is, független attól, hogy a földharcon is nagyon jó. Vajon erre mi lesz a válasza Dietz Gusztávnak, aki felkészítette Szulcsányt erre a mérkőzésre? Orsó Sándor egyébként a tápióságba származik, az ottani Kempó klubnak az egyik résztvevője, illetve külön edzéseket is tart, mint feketőves mester. Tehát piros sarokban Szulcsány Gábor, kék sarokban, fekete nadrágban Orsós Sándor. Szulcsány Gábor 30 év körül, míg Orsó Sándor 22 éves. Megkérdezték az elején, hogy Szulcsány Gáboron miért van a birkózó cipő, de a két versenyző együtt megegyezett, hogy Szulcsány Gábornak a lábán volt egy kisebb sérülés, ezért használta a cipőt, és ezzel ellen Orsó Sándornak kivételesen nem volt semmiféle ellenvetése. Állva kezdik a mérkőzést. Belső combrúgással indít Szulcsány, amire egyelőre még nem reagált Orsós. Próbálja tartani a távolságot a belépő kéz vagy lábtechnika ellen. Harmadik nem talált. Orsós látni, hogy kéztechnikára számít elsősorban, tehát a rúgás után rögtön vissza akar lépni. Lehet látni, ahogy arra szolgat a lábával, próbálja utána rögtön lerövidíteni a küzdő távolságot. Ismét egy belső comb, ami nagyon tiszta volt, és kellően erős is. És az már a harmadik volt. És Orsós már nem bírja tovább fizikailag, és egy hatalmas csapott ütés a fejére. És folyamatos sorozás. Sajnos egyelőre egy Szulcsány nem bírja tartani a pozíciót, és már is oldalról Orsós megpróbálja a folytást egy ugrótért bordára, nagyon fájdalmas tud lenni. Nem tud benyúlni egyelőre a nyak alá. Szulcsány nagyon zárja a nyaka körületi területet, viszont a hónalja alatt még mindig jönnek befelé az ütések. Vajon Szulcsány föl tud-e állni a küzdelem során? Ez itt a kérdés.
általában a pozícióban vagy hirtelen kinyúlnak a versenyzők, vagy fordítanak magukon egyet, egyelőre Szulcsán be is fordult be, és továbbra jönnek az ütések. Ebben a pozícióban, ha valaki ügyes karfeszítést szokott csinálni, természetesen megvan hozzá a technika, és már próbálkozik is. És próbálkozik, és Orsós, és meg is volt. Egy szenzációs karfeszítéssel Orsós Sándor feladásra kényszerítette Szulcsány Gábort, a Növényi Sportakadémia versenyzőjét. Sportszerűen összerőlkeznek a versenyzők. Tehát senki nem számolt, hogy ennyire gyorsan Orsós Sándor fölül kerekedik a nagyon rutinos és nagyon tapasztalt Szulcsány Gáborral szemben. De hát, hogy a küzdősportokban benne szokott lenni, senki nem verhetetlen, és néha egy lucky punch, ahogy mondani szokták, egy szerencsés ütés is el tudja dönteni a mérkőzés sorsát, ha pedig nem szerencsés, hanem tudás alapú, akkor meg egyértelműen. Fiatal versenyző előtt még remek lehetőségek lesznek a közeljövőben. És egy újabb kevert harcművészet MMA következik. Ezúttal a 60 éves versenyzője Rozmarin Péter lép a szorítóba. MMA plusz 100 kg szabályrendszerben. Péter az elmúlt időszakban 95 és 98 kg körül szokott versenyezni. Most azonban az ellenfélre volt tekintettel, izomzatilag, illetve kondicionálisan is felhozta magát 100 kg fölé. Jelenleg 102 kg-val mérlegelt. Péter annak idején a 60 Thai Box Clubban kezdett, majd 4 év után átkerült Kovács Gábor Brazil Jiu-Jitsu klubjában, ahol egy évet versenyzett földharcban, majd utána ismét visszatért a 60 Thai Box Clubban. Kovács Gábor Jiu-Jitsu klubjában nagyon sok földharc technikát tanult, míg az állóharcot a 60 Thai Box Clubban fejlesztette tovább. Jelenlegi ellenfele Enyedi Zoltán, beceneve Dömper, számos nemzetközi gála résztvevője. Zoli 160 kilóval mérlegelt még egy évvel ezelőtt, 2 méter magassággal, jelen pillanatban magassága mellett viszont nagyon sokat fogyott, már csak 124 kilóval mérlegelt a verseny napján. Tudva, hogy ekkora nagy a súlykülönbség a két versenyző között, Rozmarin Péterrel, illetve a stábbal azt beszéltük meg, hogy mindenképpen az álló harcot próbálja erőltetni, mivel ha a földharcra kerül a sor, a nagy súlykülönbség egyenlőtlenséget hoz a küzdelem során, amiből nem biztos, hogy győztesen ki tudunk kerülni, sőt, nagy a valószínűsége, hogy a nagy súlykülönbség miatt Egyedi Zoltán kerül ki jobb pozícióba. Egyedi Zoltán becenevén, tehát Dömpert látjuk bejönni. 36 éves. Nemrég Ausztriába győzött egy rutinos osztrák versenyzővel szemben, illetve Németországban is küzdött az egyik nemzetközi gálán. Ott sajnos vesztett. Péterrel nagyon sokat gyakoroltuk a beugrásos lábtechnikákat, főleg a combra koncentráltunk, mivel ebben a súlyban és Dömper alkatát figyelembe véve
ez mint a legjobb megoldásnak. Folyamatos külharcos mozgás, végig mozgásban lenni, hogy ne tudja bemérni a hátsó kézzel. Köztudott is ismerjük a Dömpernek a munkáját, hogy általában a hátsó kezes ütésre koncentrál, tehát nem nagyon fölöslegesen tartja magát, és amikor valaki bejön ütőtába, akkor elenged egy nagy hátsó kezest. Addig szinte nem is csinál semmit. Kíváncsi leszek, hogy az eddig ismertek alapján változtatott-e valamit a technikáin, vagy továbbra is ezt próbálja majd erőltetni. Amennyiben sikerült combra megfogni a Dömpert, akkor elképzelhető, hogy idő után nehézkesé válik a lábmunkája, leragad, és akkor talán könnyebb kézzel támadni, függetlenül attól, hogy az ütőtávja sokkal hosszabb. Ha sikerül jó ütemben belépni és megsorozni a fejét, elképzelhető, hogy Péter akkor meg tudja nyerni a mérkőzést. És már is kezdődik az első 5 perc. Első kezessel próbálkozott Enyedi, és Péter már is kezdi a combot puhítani kívülről, belülről. Lehet látni Enyedi, hogy továbbra is a hátsó kezes kemény ütésre számít. Amikor Péter belép, illetve a hátsó lábas rúgásnál, ha nem dől eléggé hátra, akkor a feje közelebb lesz, akkor esetleg lehet ütni. És már nagyon jól jönnek a combrúgások. Fölösleges mást rúgni. Nagy test elnyeli a rúgásokat, és Péter már egy hátsó kezes ütéssel próbálkozik. Egyelőre Enyedi elhajol tőle, és nagy hosszú kezeitől nagyon nehéz igazán jól belépni, hogy el tudja találni Péter. Talán egy gyors, bal jobb, és egy szép fejrúgás. Két méteres versenyzőt fejbe rúgni nem kis művészet. Péter 180. 7 centi egyébként, 13 centi különbség van köztük. És a 60-i közönség nagyon lelkesen szurkol Rozmarin Péternek. Nagyon várják a győzelmet tőle. Az ilyenfajta küzdelmek általában nem a látványukról ismertek, hanem a taktikájukról. És a taktika egyelőre nagyon bejön Rozmarin Péternek. Továbbra is a comb és kilépés, továbbra is tartani a küzdőtávolságot, ijeszgetni, instabil helyzetbe hozni a másik versenyzőt, visszaszurkálni lábra, néha beugrani kézzel és megint eljönni. Nem szabad bennmaradni, állandóan mozgásba kell lenni, hogy ne lehessen pontosan bemérni a hátsó kézzel, vagy esetleg ráfogni rögtön is, hogy a földre vigye az ellenfelet. És elhajlás. Akkor embereknél már a kiskesztyűvel való védekezés életveszélyes. 100 kiló férfi vagy sportoló, aki kiskesztyűvel ilyenkor eltalálja rendesen a másikat, ott valaki dől. Egyelőre Péter tartja a távolságot, beijesztések, combrúgások, fejreijesztést, meg megpróbál hátsó kézzel vagy elsővel kombinációba ütni, és megint egy combrúgás. És egyelőre Enyedi védje még a combosokat. Látni, hogy nem igazán stabil az első lába, főleg amikor elindul a rúgás után, de muszáj puhítani. Ez az egyetlen megoldás. Péter nagyon ügyesen ijeszget, és egy gyönyörű sorozás, egy gyönyörű sorozás. Picit pontosabb talán le lehetett volna vinni Dömpert. És megint ott van, az első kezes ütés betalált. Nem volt fullos, azaz teljes erő, de már pirosodik Enyedi Zoltánnak az arca.
és Enyedi várom együttése továbbra is. Nem tudja levenni Rosmaringot, ezért állva próbál megutálna, folyamatosan követgeti, de Rosmaring a lábtartásokkal és a lábrúgásokkal nagyon szépen instabil állap, és megint ott volt a kettős ütés. Megint ott volt. Ahogy mondani szokták, nem volt farrengető, de mindenképpen láthatóan megzavarta Egyedit. Az ütések ereje elbizonytalanítja a támadást illetően. Rosmarin pedig tartja a távolságot, egy szép elhajlás és vissza kontrázik, ami sajnos pontatlan volt, és mehet továbbra is a comb, mehet továbbra is a comb. Ismét egy elhajlás. Az a távolságtartó kerülés, ami nem talál. A mérkőzés képe per pillanat nem változik továbbra is. Távolságtartó mind a két versenyző, és vége az első 5 percnek. Elmondhatóan látottak alapján, hogy Rosmarin Péter a 60-i tájbox egyesület versenyzője több ponttal vezet Enyedi Dömper Zoltán ellen. Egyelőre Enyedi nem találja a távolságot, mivel igazán meg tudná fogni Rosmarin Pétert, illetve nem tud belépni az ütőtávra olyan technikával, amivel esetleg meg tudná fogni és a földre tudná vinni. Továbbra is számol az egyes ütésre, de ez egyelőre nem jött be, mert Rosmarin nagyon jól tartotta a távolságot, illetve a combrúgásaival és beugró ütéseivel egyértelműen nyerte ezt a menetet. Tünetben Rosmarinnak továbbra is azt a tanácsot adtam, hogy ne menjen közelebb, továbbra is tartsa ezt a szisztémát, továbbra is tartsa a távolságot és próbáljon távol maradni. Véletlenül se lépjen be egy kósza hátsó kezes egyenesbe vagy egy csapatütésbe, ami megváltoztatná az eddigi mérkőzésnek a képét. Ennél jobb taktika. És most Enyedi próbált belépni, de Rosmarin nagyon szépen elhajolt, és egy válasz kontraütéssel és combrúgással ismét megállásra kényszerítette a támadó Enyedi Dömper Zoltánt. Az első kezes elsuhant Péter feje mellett, kontra viszont egyelőre rövid volt. És Enyedi most jobban próbálkozik a első kezessel. A Péter egy beugró hátsó kezesre és egy combbal ismét pontokat szerzett, értékes pontokat. Péter nagyon ügyesen állandó mozgásban van, hol jobbra, hol balra. Egy hatalmas csapott ütés sűrített el az orra előtt, és nagyon jól tartja a távolságot. Nem engedi be közel, állandó mozgásban van, és a kisebb súlyával mozgékonyságát biztosítva sorra elkerüli Enyedinek a mozgását. És jönnek a csapottak, de teljesen fölöslegesen csak a levegőt súrolják. Péter ismét kilép az ütőtávból, és tudjuk azt, hogy egy ilyen eleresztett csapatütés, ami teljes erővel van elindultva, és nem talán sokkal fárasztóbb, mint egy ütés, ami becsapódik testbe. Enyedi az első menethez képest jelentősen harciasabb, sokkal támadóbb szellemben próbálja meg Péter támadni, de nyugodtan mondhatjuk a látottak alapján, hogy reménytelen a próbálkozása, sorra ütései és rúgásai a levegőbe zuhognak el. Péter viszont ragyogóan lép ki, mert kontrából ragyogóan támad vissza kézzel és lábbal is. És a közönség nagyon lelkes, nagyon jó szurkolást produkált a 60-i közönség. Köszönjük neki ezúttal is. És jönnek a combosok, hát ez egy kicsit talán feljebb csúszott.
bírók ilyenkor természetesen pontozó bírókat megkérdezik a látottak alapján. Szándékosnak minősítik-e, teljesen ott volt-e a láb, vagy nem. Mert ha annak ítélik, akkor figyelmeztetést kap a versenyző. Ha vétlen, akkor csak egy pihenőt írt és folytatódik tovább. Szuszpenzorokat megrúgott versenyzőknek az elbírálása stílusonként általában változni szokott. Emlékszem még annak idején a K1-ben, amikor Banjarskit szintén öv alatt rúgták meg, és kivételesen 15 perc pihenőt kapott, hogy tudja folytatni a világbajnoki döntőt. Itt most úgy látszik elég volt 1 perc. És mivel a bírók úgy ítélték meg, hogy nem alsó szekciójú rúgás volt, hanem belső comb, ezért a bíró figyelmeztette a rájátszásra Enyedi Domper Zoltánt. Természetesen ilyenkor a versenyző maga igazát próbálja hangoztatni is. Ennek a megítélése nem a mi dolgunk. Folytatódik tovább, tehát a második 5 perc egyelőre még mindig a pontok alapján, úgy az első, mint a második menetben Rozmarin Péter áll jobban, folyamatosan a támadásai. Ha a második menetben Enyedi Zoltán megpróbálja nyomás alatt tartani, Rozmarin Péter folyamatos kontra és visszatámadásokkal meghátrálásra kényszeríti a 2 méteres 124 kilós versenyzőt. Ismét egy elhajlás és ismét egy comb. Nem találja Enyedi az ellenszerét Rozmarin Péter ütéseinek és rúgásának, illetve mozgásának. Felsőkes mozgásával teljesen bizonytalaná teszi kiinduló ütést, és a kontra már is ott van a combon. Vajon meddig bírja Enyedi ezeket a combrúgásokat? A kívülről nem is tűnik olyan nagynak, nagyon kemény, főleg ha egy pontra koncentrálódik a rúgás, a vélemények fokozatosan dolgoznak a combon, izomzat pedig szép lassan sorvadozgat, és az erejét kezdi veszteni. És ismét egy beugró. Most már Rozmarin se fogja vissza nagyon magát kézzel. Péter nagyon jó tartja a távolságot. Nem megy bele semmiféle olyan hülyeségbe, amit esetleg gátolná abban, hogy kontratechnika ne jöjjön be, illetve egy kószaütésbe beleszaladjon. Ettől függetlenül a fiúk most már kezdenek fáradni, lassabbak a reakcióidők. Mert Péter mindig tud újítani, mindig mennek be a kontraütések. És egy nagyon jó kivitelezett combrúgás. Immár a sokadik ebben a menetben. Ez közelem megy és eltalálja Dömpert. És vége a mérkőzésnek. A közönség is érzi, a versenyző is érzi, és gondolom a bírók előtt is egyértelmű, hogy ezt a mérkőzést a 60-i Thai Box Egyesület versenyzője, Rozmarin Péter nyerte meg, plusz 100 kg-ban MMA szabályrendszerben. Rozmarin Péter egyébként 24 éves, 60-i rendőrkapitányság rendőre. Itt a képen az öccsével, nagyon jó testvérek egyébként, fényképezkedik. És elleni hirdetés következik.
A díjakat egyébként a BL Fiesta szállítmányozítvény vezérigazgatója, illetve a Venum Magyarország képviselője adta át a versenyzőknek. Kívülről elég tisztának látszott a mérkőzés, ez belülről is egyértelmű volt? Nem, mert ez a 25 kiló különbség, ami volt köztünk, ez bármikor megmutatkozhatott volna. Ha földre visz, vagy eltalál egy ilyen ütéssel, ez azért nagyon, nagyon nagy erő különbség volt köztünk, úgymond. Ez olyan, hogy én egy 60 kilós ellenfélrel küzdöttem, ezért próbáltam meg messziről a combjait szétpújítani, és egyenes ütésekkel a fején megfogni, de ez nem sikerült, nagyon erős lábon a srácnak, nagyon rutinos külföldön, nagyon sok meccse volt neki, úgyhogy nagyon, nagyon vágja a témát. Milyen volt a 60-i közönség előtt játszani, hát zúgott a tapsőrjöntek? Nagyon jó érzés volt, mindig nagyon szeretek itt 60-ba játszani, bunyózni. Mikor kimegyünk külföldre, akkor nagyon nagy nyomás az, hogy ellenünk szurkolnak, de amikor itthon tudunk küzdeni ebbe az évbe egyszer, ez nagyon nagy feltöltődést, erőt ad nekünk, és nagyon, nagyon szeretném megköszönni barátnőmnek, Kurunci Diának, aki támogatott, és nagyon szeretem. Köszönöm Kexnek is, meg Gyuri bácsinak a sportboltba, meg Sike Gabinak. Köszönöm szépen.